Sziasztok, üdvözlök akkor ismét mindenkit, itt vagyunk most jelenleg Rákoscsaba állomáson, az átépítés fogom nektek megmutatni. Hát már így amennyire lehet így egy-két képet mutatok róla. Hát itt van maga az állomás épület, ez megmaradt, bár már régen csak megállóhelyként működött. És hát itt zajlik az átépítés, ott épül a peron. Itt éppen szórják a köveket, tehát autókkal hozták. És hát ugye elnézünk még kicsit arrafele. Ott a háttérben látszanak a depózott betonaljak. Ezeket fogják beépíteni, és ez pedig már a felújított pálya, de már mindjárt még az átjáróig elmegyek. Hát itt egy frissen beépített áterez. A taknál is itt van az átjáró, és látszik arrafele az egyik vágány az ami már fel van. Szerintem viszont ott az átjáró után már úgy látom az ágyazat már le van terítve, úgymond. Itt az állomáson még nem, még csak most szórják. Tehát mindjárt megnézzük. Az átkerülésre sem nyúltak még, de hát látszik ugye arra fel, hogy megnézitek. Ott már az ágyazat megvan. Meg az oszlopok is állnak. Ugye, ezek már az újak, tehát ugyanígy ezeket a horganizott oszlopokat rakják ide. Mint amit a Rákos Ligeten is mutattam. És itt errefele pedig már szintén látszik, hogy már szórják az ágyazatot. És az egyik peron készen van. Akkor közelebb a depót is meg tudom mutatni. Egyébként itt vagyunk Rákoscsaba állomás, az utolsó állomása van még Budapest bérlettel ki lehet jönni. A következő állomás az arrafele egy olyan kb. 4 km-re van Péccel. Oda már jegyet kell venni innen. Eddig jó, tehát az már Budapest közigazgatási határán kívül van. Másik irányba pedig, ezeket a Budapest 60 vasútvonalon van, még mindig a 80-án. Másik irányban még Rákoscsaba új telep, meg Rákosliget. Rákoscsaba új telep az innen kb. 1 km-re van. Hát itt ennyi látszik, az átjárónál már az új aszfaltozás megvan, és ennyit raktak bele a sinekből. Vagy hát lehet, hogy ez még a régi, csak benne hagyták. Nem biztos, hogy itt az átjáróban is kicsit kicserélték a sineket. És akkor itt van a peron, másik oldalt még látjátok épül. Itt errefele van egy kisebb depó megint csak. Erre fele pedig ez már az elkészült peron, most is ezt használják a vonatok. De hát lassan nekem is menni kell, mert mindjárt indul a busz, amivel vissza tudok menni. Nincs most sok időm. De azért még ezt nem mutatom, mert még ott is dolgoznak, itt még a földmunkák is vannak. Egyébként itt mellettem, erről csináltam a videót itt szembe, ez a volt a Rákoscsaba is rand, amit már bezártak. Erről is csináltam a videót, de majd lehet, hogy ide még visszajövök szétnézni, hogy mi változott. És akkor itt vagyunk az állomás másik végénél. Hát itt van egy idéglenes átkelőhely. Errefele még szintén semmi. Másik vágány felszedve. És ott a tábla az már jelző, hogy a következő megállóhely is közel van. Az Rákoscsaba új telep. Hát kevesebb, mint egy kilométerre van ott. Ott nagyjából az ív után már ott van. Hát ez pedig akkor a másik része. Itt még az átépítés az megy. És hát itt látjátok, az pedig ott a telebusznak a végállomása. A 297-es, hogyha jól tudom, az jár itt. Ez a gyakorlatilag éjszaka, meg hétvégente csak akkor közlekedő busz, hogyha telefonon felhívják. És hát akkor itt van a... Ez megmarad a B+R, meg a P+R parkoló. És hát gyakorlatilag akkor ez ennyi. És hát akkor ez a kis rögtönzött állapás bemutató az ennyi lett volna. Rákoscsaba átépítés közben, majd ha kész lesz az átépítés, akkor nyilván akkor vissza fogok jönni, és akkor megnézem, hogy milyen lett, hogy sikerült az átépítés. De akkor egy az ennyit, köszönöm, hogy megnéztétek. Hát, tudjátok, lehet lájkolni, diszlájkolni, kommentelni. Kommentelni azt pláne, hogyha tudtok valamit, amit esetleg kihagytam, vagy nem mutattam meg. Akkor esetleg még vissza is jövök, aztán azt megnézzük, de előfordult, hogy valamit kihagytam, ami esetleg érdekes lett volna. Csak ezekkor ez egy olyan ennyi. Sziasztok!